Szeptemberben még leszavazták, októberre csak elkészítette a városvezetői baloldal a pécsi energetikai cselekvési tervet, valószínűleg a kormány felszólítására, mondta pénteken az ÖPE képviselője. Kővári János szerint azonban ez nem hoz valódi megtakarítást az önkormányzat rezsiszámlájában. A kormány is megszólította az önkormányzatokat, hogy energiamegtakarítási tervet készítsenek, ezért el is készült mostanra egy úgynevezett 104 pontos terve a városnak, de ebből a 104 pontból gyakorlatilag 90%-át az intézmények írták, és az ezekből való megtakarítás azért nem lesz 6 milliárdos, amit egyébként jegyeznek kiadásként, többletkiadásként ebben az anyagban. Ez a három nap erőmű a pécsi füzesdőlőben. Ezek miért nem működnek, kérdezte a szeptemberi közgyűlésen a politikus. Kérdésemre az a válasz jött, hogy a napelemparkok, amik elkészültek most már lassan 3 éve, miért nincsenek bekötve? Az volt a válasz, hogy erre eddig nem volt lehetőségük. Ez nem így van, utána jártunk, már régen meg lett volna lehetősége annak, amit ebben az anyagban most nevesítenek, hogy a Tettyeforrásház vezetékére rákössék, és ebben az esetben ugye a több százmilliós energiaszámla jelentős mértékben csökkenthető lett volna már eddig is. A városi sportcsarnok energetikai korszerűsítése pedig el sem kezdődött, pedig erre már 2018-ban kapott pénzt az önkormányzat, mondta a Kővári. A képviselő szerint a fejlesztési pénzeket energetikai korszerűsítésekre kell fordítani a jövőben Pécsett. Olyan energetikai megtakarítási programot finanszírozni, ami nem csak a mostani helyzetet kezeli, hanem a következő években is több milliárdos megtakarítást jelenthet majd akkor, hogyha egyébként az áram és a gázára visszatér az eredeti vagy ahhoz közeli állapothoz. Mert nem ezt láttuk a fejlesztési tervekben, ugye megint libegőről, nem tudom, zöld parkról a Pécsi vízvölgyében és sok minden olyan jóléti programról esett szó, amik újabb kiadást jelentenek, és nem energetikai megtérülést. Még 2012-ben készült egy felmérés, hogy melyik önkormányzati intézményt, épületet kell felújítani energetikailag. Ezt kellene elővenni a képviselő szerint, a városba érkező majdani EU-s forrásokat pedig erre kell felhasználni.